Áprilisig nem lesz frakciója a demokratikus koalícióba átült volt szocialistáknak. Az Alkotmányügyi Bizottság szerint Gyurcsányék kiléptek az MSZP-ből, így nem alakíthatnak képviselőcsoportot. A demokratikus koalíció az alapítók szándéka szerint a legdemokratikusabb párt lesz a magyar politikában. A Gyurcsány Ferencet követő képviselők azt mondják, a demokratikus koalíció lehet az az erő, amelyik leváltja Orbán Viktor kormányát a 2014-es választásokon. Tehát Debreceni József a vendégünk. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Na, örül annak, hogy Újhely István nagyon drukkol, mert hogy tényleg a baloldal fogják majd így erősíteni? Hát, hogy drukkol, annak nagyon örülök. Illetve hát én azt remélem, hogy azoknak a demokratikus ellenzéki erőknek a számát fogjuk szaporítani, amelyek majd egy reménybeli összefogás egyik tagjaként hát eredményesen fognak szerepelni a Fidesszel szemben. Kár lenne tagadni, hogy ez a párt, a demokratikus koalíció elsősorban olyan emberek alapítása, akik hát elhagyták az MSZP-t, és ők vannak nagyobb számban, tehát valamiféle baloldali jellege nyilvánvalóan lesznek. Ön a kakukktojás? Az egyik kakukktojás? Nem. Én ezt mondtam Gyurcsány Ferencnek, amikor hát kért, hogy csatlakozzam ehhez a párthoz, hogy kakukktojás semmiképpen nem akarok lenni. Ha már Bauer Tamást is ugye említette itt az előbb, Újhely István, ha már kettő van, akkor már nem kakukktojás. Két kakukk tojás is lehet. Na jó. Nem, a kakukk az mindig egy tojást rak a idegen fészekben. Na jó, hát ez csak vicc. Na jó, ez meg egy fészek, úgyhogy ebben akkor igaza van. Na és akkor mi lesz a pártnak a szerepe, mit fog csinálni? Most még frakció nincs, tehát mondjuk milyen kötött rendben felszólalni nem tudnak, de sajtótájékoztatót annyit tartanak, amennyit akarnak az országgyűlésben lévő tagok. De maga a párt az hogyan fog most szerepelni, építkezni? Mit kell ilyen helyzetben csinálniuk? Ezt már így megszabták maguknak? Hát igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye annak ellenére, hogy a parlament szerepe nem összehasonlítható az előző ciklusok időszakával, hiszen hát a kétharmados többség révén egy teljes fideszes uralom van a parlamentben, és kisebb az ott elhangzó vitáknak is a jelentősége, de természetesen mégis a politika a legfőbb helye, legalábbis elvileg egy működő demokráciában a parlament. Nekem mondjuk efelől erős kételyeim vannak, hogy ezt annak lehet-e még tekinteni. Megszólalási lehetőségben, és hát ne legyünk szemérmesek, anyagiakban is elég hát nagy veszteség az, hogy enyhén szóval nem voltak nagyvonalúak azok a döntéshozók, Kövér László és a fideszesek, bár hát nyilván erre nem is lehetett számítani, tehát hogy nem tud megalakulni a frakció, hiszen az nem csak időkerettel jár a parlamenti vitákban és egyéb hát a megszólalást tekintve mindenféle előnyökkel, hanem anyagiakkal is, és hát ez a párt, ez egy olyan párt, amelyik nem dúskál az anyagiakban, ahogy elhangzott tegnap is a sajtótájékoztatón, a pártigazgató lakásán van egyelőre bejegyezve, és hát a 1000 forintos tagdíj lesz, ez a legbiztosabb bevétel egyelőre. Olyan nagyon nem kezdünk el könnyet morzsolgatni, amikor egy párt azt mondja, hogy nincsen pénze. Mi inkább a tartalomra vagyunk kíváncsiak, miközben azért tudjuk, hogy ahhoz, hogy a tartalmat eljutassák a lakossághoz, vagy a társadalomhoz, ahhoz azért pénzre is van szükség. Ettől függetlenül bennem igazából az fogalmazott, tehát most a pénzügyektől függetlenül, hogy önnek miért van szükség erre? Tehát, hogy már az MDFS majdnem visszatérését sem igazán értettem, hogy miért nem akar közíróként folyamatosan kritizálni, megmondani, akár szerepelni is. Miért kell párthoz csatlakozni? Aha. Hát nem kell, én életemben most másodszor vagyok párttag, másodszor léptem be egy pártba, és az egykori pártba lépésem és a mostani között nagyon erős hasonlóságot látok. Én nyilvánvalóan, vagy számomra ez már kiderült, hogy mondjam, nem politikára születtem, tehát nem vagyok egy politikusi alkat, nem fűt a politikusi szenvedély, de... Hát ehhez képest meg a másodjára lép egy pártba. Hát az nem olyan sok van, aki több pártnak volt a tagja. Szóval én 88-ban ugye beléptem az MDF-be, egy olyan helyzetben, amikor jó remények látszottak nyílni arra, hogy meg lehet teremteni a demokratikus Magyarországot, egy parlamentáris köztársaságot, jogállamot. Tehát egy ma már visszapillantva nyugodtan mondhatjuk, különösen, hogy vége van, hogy ez egy történelmi korszaknak az eleje volt, tehát egy történelmi helyzet.
Na, hogyha a mostani helyzetet vetem össze, ugye én megint egy új pártba lépek be, és hát nekem az a határozott meggyőződésem már jó ideje, hogy legalább annyira napirenden van a demokratikus Magyarország, a parlamentáris jogállam most már visszaállítása, vagy hát ezt lenne jó elérni. Tehát ilyen értelemben nagyon rokon a két szituáció. Tehát ez a párt történelmet fog csinálni? Ilyen értelemben ez is rendkívüli helyzet. És ez a párt fog történelmet csinálni? Hát remélem, hogy egyike lesz azoknak a szereplőknek, akik ebben igen részt vesznek. Történelem zajlik, szóval tényleg lezárult egy korszak, lezárult a parlamentáris demokrácia, a harmadik magyar köztársaság időszaka. Én úgy gondolom, hogy egyeduralom van Magyarországon, hiszen hogyha a kormányzat és a parlamenti főhatalom mellett az összes olyan intézmény, amelyik arra hivatott egy demokráciában, a hatalommegosztás jegyében, hogy korlátozza, ellensúlyozza, moderálja, jogállami keretek közé szorítsa a kormányhatalom működését. Ha ezeket mind az államfői poszttól, az alkotmánybíróságig, a versenyhivataltól, az állami számvevőszékig, a legfőbb ügyészségtől, ugye a bíróságok ellen is hát elég frontális támadás zajlik, hogyha minden hatalom egy kézben van, egy ellenőrzés alatt van, akkor annak a neve hát egyeduralom. És hogyha a jogállam normáinak a semmibe vételével gyakorolják, akkor az önkény uralom. És ezt előző kormányoknál nem érezte, hogy bizony minden vezető posztra a sajátját szeretik a kormányok ültetni? Sajátjaikat? Nem, semmi, nem, hogy nem éreztem, hát tényszerűen nem így volt. Ugye egy alkalommal fordult elő a korábbi ciklusok során, hogy kétharmados fölhatalmazással bírt a parlamentben egy kormányzó koalíció. Azt az egy esetet leszámítva, amikor mindjárt az elején belenyúltak az önkormányzati törvénybe, és megszüntették a polgármesteri, meg a képviselői poszt összeférhetetlenségét, illetve az egyfordulósá tették az önkormányzati választásokat, attól kezdve tartózkodtak, tehát nem csináltak új alkotmányt, hanem azt mondták, hogy ezt csak 4/5-del lehessen csinálni. Vannak bizonyos posztok természetesen, ahová hát saját ember lehet ültetni, tulajdonképpen ilyen a köztársasági elnök is, poszt is, csak hát nem mindegy, hogy milyen embert ültetnek oda. Mondjuk az állami számvevőszékbe korábban egyetlen miniszterelnök se jelölt a saját frakciójának a tagját, vagy a legfőbb ügyészi posztra se, mint Pólt Pétert, aki valahol a fideszes képviselő volt, és így lehetne tovább sorolni. Tehát egyáltalán nem lehet összevetni a korábbi időszakkal. Vagy mondok egy másik példát, Nagy Zoltánt, a versenyhivatal elnökét, aki valamikor az Antal kormány idején volt a pénzügyminisztériumban szakállamtitkár helyettes, ő a versenyhivatal élére került, és aztán Gyurcsány Ferenc újabb mandátumot adott neki. Most, amikor Orbán vette át a miniszterelnöki pozíciót, akkor lejárt Nagy Zoltán mandátuma, de megszüntette a két alelnöknek a mandátumát is, akik miután az Alkotmánybíróság igazat adott nekik, mármint, hogy alkotmányellenes volt az a módosítás, jobbnak látták egy év mandátum, egy évnyi szolgálat után hát elhúzni és átadni a terepet. Szóval ilyen nyomulás ehhez fogható nem volt. Hát térjünk vissza a pártjához, most igen. Már mondtad, hogy a pártjához. Igen, igen. Milyen lesz a viszonyuk az MSZP-vel? Tehát ki fogják oltani egymást, erősítik egymást, le kell győzniük egymást, tehát azért ez minimum 3 esélyes ez a játék. Igen. Hát Gyurcsány Ferenc azt mondta azt hiszem 2 héttel ezelőtt az alakuló ülésen, hogy ő most ezekben a percekben fogalmazza meg az utolsó kritikát az MSZP-vel, immára volt pártjával szemben, és a továbbiakban tartózkodni fog ettől. Most hát egyrészt engem nyilván nem köt ilyen fajta hát illendőség, másrészt pedig nem az MSZP-hez képest akarom magam meghatározni. Hát az, hogy például ez a mostani döntés, amelynek eredményeképpen nem lehet 6 hónapig frakciója a demokratikus koalíciónak, és hát én arra sem mernék mérget venni, hogy nem hoznak olyan módosítást a házszabályba, vagy valahol más út a kövér erre már utalt, hogy utána se lehet. 6 hónap után sem. Szóval, hogy ehhez a mostani fideszes döntéshez, hát végül is az a mesterházi féle nyilatkozat szolgáltatta a hivatkozási alapot, hogy kiléptek a pártból, hát és hát vannak mondják, más olyan jelek is. Tehát, hogy az MSZP alap, most is mondta Újhely István, alapszabálya szervezetér működési szabályzata, meg nem tudom micsodája szerint, nincs harmadik lehetőség, egy képviselőt a frakcióból vagy kizárnak, vagy kilép. Nincs olyan, hogy teleportálták.
Igen, hát én emlékszem arra, hogy amikor az MDF-ből annak idején eltávozott 15 képviselő a néppártot megalakítva. Ebben igazán van, csak most az MSZP-nek a mit tudom én milyen alapító okirata vagy működési szabályzata, amiben nincs más lehetőség. Hogy mondjam, amikor egy frakcióvezető egy levelet megfogalmaz a házelnöknek, ott nyilván meg tudja válogatni azokat a kifejezéseket, amiket használ. Na mindegy, nem akarok ezen lovagolni. Lehetne más olyan mozdulatokat is említeni, amik arra utalnak, hogy a... Még a gyurcsányizmusnak és hasonló igen, igen, de én nem akarok ebbe belemenni. Tehát én egyrészt úgy gondolom, hogy a mostani tudásunk szerint tényleg az várható, vagy az a kívánatos, hogy azok a politikai szereplők, demokratikus ellenzéki pártok, amelyek majd a placon lesznek a választás előtt, azok meg tudják találni a legszorosabb együttműködést egymással, hiszen a mostani állás szerint egyfordulós lesz a választás, tehát még csak arra se lehet hagyatkozni, hogy majd a második fordulóba előtt visszalép annak a javára a többi ellenzéki jelölt, aki a legtöbbet kapta. Tehát egy nagyon szoros együttműködésre lesz szükség. Ez nem jelenti azt, hogy már most, hát hogy mondjam, nagy harmóniába kell létezni, mert bizonyos fokú rivalizálás az nyilván van. Én úgy gondolom, hogy arra kell vigyáznia minden pártnak, és én biztos vagyok benne, hogy a demokratikus koalíció erre vigyázni fog, hogy ne okozzon olyan, tehát ne okozzon olyan sérüléseket, ne okozzon olyan konfliktusokat, amik megnehezítik majd a... Nyilván pozícionálni kell magát mindegyik pártnak, hogy ebben az együttműködési megállapodásban, vagy az azt megelőző tárgyalások során hát minél potensebbnek, erősebbnek tűnjön. Hát szerintem majd az európai parlamenti választás eredménye lesz egy ilyen viszonyítási pont például. Hogy ki mit érte. És igen, tehát ez még messze van. Önt például hogy fogják apostrofálni, hogy tudod, a debreceni Jóska az a MDF-es, aki szoci lett. Nem? Nem tart ettől? Nem, hát ha szoci lettem volna, akkor a Újhelyi Istvánnal lennék egy pártba, de hát... De ön szerint Gyurcsány pártjára mást fognak majd mondani az emberek, hogy ő DK-ista, arra is az, hogy valós vagy szoci. Csak nem a Mesterházi, hanem a Gyurcsány alatt szoci. Hát, hogy nem, eléggé nyilvánvaló volt az elmúlt években, és ez nagyon sok gondot is okozott az MSZP-n belül, hogy a Gyurcsányféle irányvonal és az elnökség, hát nem is a többségét, hanem tulajdonképpen az MSZP egész elitjét jellemző irányvonal az nagyon éles konfliktusban állt egymással. Tehát valami utódpárti jellege nyilván van, hiszen mondom, olyan emberek alakították elsősorban, de hát ez egy másfajta párt lesz természetesen. Nézze, hát ugye én 2010-ben is, ahogy említette, egy képviselőjelöltséget vállaltam annak érdekében. Nem voltak ugyan illúzióim, de hát úgy gondoltam, hogy ne csak az írásaimmal, hanem hát megpróbáljak ilyen módon, ha úgy tetszik, tettem is. De akkor meg az MDF-ben hitt? Már mint újra? Hát én, ahogy mondtam, MDF-es tag, MDF tag voltam 93-ig, amit ki nem zárta. Után egyszer csak 2010-ben megint az MDF-ben hitt, vagy abban hitte a jövőt? Teljesen természetes volt számomra, hogyha ilyen szerep adódik, akkor az MDF lehet ahol ezt állom, illetve hát akkor Dávid Ibolya volt az a pártelnök, aki arra kért, hogy szálljak be a politikába. Na most hát, ha körülnézünk, akkor sajnos az MDF-et nem látjuk, valami YES nevű képződmény van a helyén, amiről hát nekem jó okom van azt feltételezni, hogy a Fidesznek valamilyen kis csatlósa, mert a jelölő cédulákat bámulatos gyorsasággal összeszedte abban a második kerületben, ahol az én kiváló barátom Kerékbárci Szabolcs a legnagyobb erőfeszítések árán is csak 200 jelölő cédulát tudott összegyűjteni, vagy Szili Katalinnak a pártja is ugye a püspökladányi kerületben, amiről egyébként ezen kívül nem nagyon hallottunk semmit, össze tudta szedni, tehát én hát gyanakvó ember vagyok, föl tudom tételezni, hogy itt valami együttműködés volt. Na jó, szóval nyilvánvalóan ez a YES nem jöhet szóba. Hát Bokros Lajos sajnos egyelőre nem úgy szerepelt a placon, mint pártelnök. Én azt sose titkoltam, hogy úgy 2005-2006 óta, amióta közelebbi ismeretségbe kerültem, Gyurcsány Ferenccel könyvet írtam róla. Na ez az a jövőben, hát, például hogy ír róla könyvet?
Hát nem hiszem, hogy bárkiről írnék politikai portrét, bár hát ezt nem lehet tudni nyilvánvalóan. Szóval ezzel nem okoztam meglepetést szerintem. Tehát, hogyha mondjuk írtam volna egy olyan cikket, tudom én, 2 évvel ezelőtt, mint egy hölgy írt, akinek a neve nem jut eszembe, hogy miért csalódtam Gyurcsány Ferencbe, akkor jogos lenne a kérdés, hogy mit keresek ebben a pártban. Tulajdonképpen az vitt engem Gyurcsány közelébe, hogy 2002-2003 óta a legsúlyosabb veszedelemnek láttam Orbán Viktor tevékenységét, és egyre súlyosabb veszélynek a magyar demokráciára nézve. És ezt 2005-2006 a veszélyt Gyurcsány Ferenc vezetésével lehet csak elhárítani, úgy látja? Hát mondjuk 2006-ban ez tényszerűen bekövetkezett, hogy Gyurcsány tudta megállítani. Utána aztán lett egy nagy politikai bukás. Hát most a szóba jöhető politikai szereplők, erők közül az én számomra Gyurcsány Ferenc pártja volt elfogadható, ami olyasőt, hát amihez nem csekély, hát töprengés után, mert mondom, nem pályáztam egy politikai szerepre, szóval szívesen csatlakoztam. Viszont itt van most már a politikai szerep, egy párt alelnöke lett, úgyhogy majd a jövőben minőségében és pozíciójában fogjuk kérdezni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Szívesen.